Igen? 49-ben orosz útrakból jött ez a Szibíriából. Felső lokra. És mit? A Donkanyarba volt? Ó, igen. Szibíriában. Uh-huh. És az oroszokról mi a véleménye? Mert most... az oroszok azt mondja, nem voltak izék, hanem... Hogy mondjam, az oroszok azok ilyen izék voltak, nem? Az oroszok mindegyikben nem volt, az izével voltam. Megmondom. Tatárokkal? A határőr parancsokokból se izékvel volt. Hogy mondjam neked? Hogy fejeztek ezek? Nem tudom, milyenek voltak a tatár, az idősfejűek, hogy mondjam, a kutyafejűek. Ezek voltak az emberek. Igen? Igen. Aha. Én nem mindegyik a kutyafejűek. És maga mikor született? Hogy az... 50-ben születtem, de... 49-ben. Én megmutatom hát az hát idősfejűek. Elhiszem, akkor de az édesap... 1950-ben... Egy idősek vagyunk. Egy idősek? De. És maga honnan jött? De. Én Székelyudvarhelyi vagyok. Udvarhelyi? Hát nézd meg! Na, látom. Na nézd meg! Látom. Uh-huh. És hát nekem, ugye, felsőlokon születtem, de hogy mondjam neked, románnyulítak, nem tudom, hogy... Melyik időszakban volt jobb élni? Most vagy Ceausescu idő? Nekem mindegy, mert a nyugdíjban... Akkor is dolgozni kellett, tudom. Akkor is dolgozni kellett? Akkor mi dolgozott maga bátyám? Én fetterközésettel ilyeneket küldtem, mint a vonatot. Igen? 20 jóval dolgozott, egy nap annyit kerestem, hogy a munkás egy hónapig kellett dolgozni. Én egy nap megkerestem, akkor is jól írtam. Aután pedig sover lettem, Németország, Magyarország, Hollandiát. Igen? Beszél is valamilyen nyelven? Persze, tudok. Csak annyi, hogy most elfelejtettem a németet, annyira nem tudtam. Most van a fiam... Szóval? Ja. Vanifári? Ja. Igaz? Igaz. Szóval, hogy hova mész? Vanifári, mit csinálsz? Ugye német, úgy van? Ja. Gutmargen, ja. Jó napot, ugye? Igen. Úgy van. És miért jött haza Németországból? Hát azért már, hogy itt lakunk. Mert itt lakik, itt a családja. Persze. Volt nekem tartózkodás, hogy mindenem volt, de annyi, hogy... Beteg is lettem, agyvédés kaptam, szívübratot annak ennyire, mondtam meg. Minden. Kap-e nyugdíjat Németországból? Nem. Nem? Itt kapom a nyugdíjat. Nem volt olyan sokáig. Hát 8 évet dolgoztam a postán, de jó út, nem voltam. Tudok. És mit gondol arról, hogy most nincs tél? Nem esett még hó? Nem is volt, életemben ilyen telünk nem volt. Életemben nem, nem volt. Nem volt ez ilyen tél, nagy jó út, nagy volt, most nem volt. Most nem volt. Mit gondolnak a klímaváltozásról? Hát nem tudom, hogy úgy, de a Ceausescu meghalt, még a klíma is megváltozott nálunk. Figyelj ide, 86-ban, soha nem felejtem már ezt, 43 fokos hideg volt, Dánfalán voltam. Igen. Dánfalán. A csizmám ketté törött, a bőrcsizmám ketté törött, menni nem tudtam. Ez így jó. A nagykocsik, a Rimetefén is, az irámnék, reggelig mentek. Alapjáraton kellett menjen a gép. Tényleg? Igen? Komolyan volt ez, így volt. Van szép, van szép. És mit gondol arról, hogy nekem most nagyon tetszik ez a palánkai piac, hogy most Csíkszeredában is van ilyen bevásárlóközpont. Az jobb, vagy ez jobb? Ez. A mindegy. Ez jobb. Ez akkor most mindegy, jobb. Vagy ez jó? Hát mindegy, abban mindent lehet kapni. Itt olcsó minden, bőségből olcsó minden. Itt se, helytelen sok se, mert szabad volna, szabad se, meg van engedve nem, az őszinteség. Ceausescu, korábban voltak-e ilyen piacok? Igen. Volt. Igen? Voltak. Nálunk Kedin azért mentünk a városba, mert ide Kedin jött, parasztalálkozó volt. Igen? Volt. Jó volt. De most Udvarhelyen lakik benne. Udvarhelyen, Fenyőiden lakok. 2 kilométer a város, úgy az menők. Tudom, hogy Fenyőid. Tudják, hogy melyik a Fenyőid, melyik Betlehalma. Tudom, hogy Fenyőid meg Betlehalma, melyik. Jaj. Valahol a Csia nem hallottak. Én? Én magyarországi vagyok egyébként, de most kiköltöztünk a Kászonokba. Képzelj el. Mit szól hozzá? Mert minden fiatal megy ki... Apám ott neki lakasson. Minden fiatal megy ki nyugatra, hát az a másik oldal, én Békés megyéből jöttem, hogy mit gondolnak arról, hogy minden fiatal meg megy ki nyugatra? Maga is kiment, de hazajött. Igen, dolgozni volt. A fiam most is Franciaországban. Igen, Franciaországban. Igen, vissza a népeket, úgy mint én, busszal dolgozik, nagy busszal, forja, teszi, veszi. Merre van Franciaországban? Nem tudom, melyik városban ment ki, most valakit kivitt. 2 hét múlva jön vissza. Aha. A gozban ilyen olyan dolgokat hozzá, én eladom. És most mennyi munkalehetőség van itt? Itt is van. Ahhoz munka, képest? Csak, hát az jobb.
Itt kapunk, kapnak a fiataloknak, kapnak 500 eurót, a 600-at, az akik kapnak 2500 eurót, vagy 2000. A kettő nem mindegy. Uh-huh. Na, de távol van a családtól, meg a lakhatás is drága. Egyforma a kaja. Egy Németországban egyforma. Most itt bemegyek a boltba, veszek egy liter pálinkát, román pénzzel beszélgetünk, 30 lei, az pontosan 8 euró. A 6 euró. 6 euró. Csak 6 euró. Pont ott is annyi. Uh-huh. Ott is annyi. Mit vesz annyi? Mit akart venni? Pálinkáló, hús, minden. Hát de pálinkát ott nem vesz, ott snapsot vesz, nem? Ott van minden. Ott snapsot lehet venni, nem pálinkát. Németországban bekerült egy sör, ide 150 forintba vagy 100 forintba került be egy sör. Na, amikor 3 lej volt, itt került 15 lejbe, egy lejt van bali. És ott odakint olcsóbban megvettünk a román sört, vagy német sört akarod, mint itt. Aha, ott alig 32 centról. És ezeket a függönyöket kikészíti, aki, ezeket amit itt áll? Ezeket a függönyöket Lengyelországból hozták. A fiaim járják Lengyelországot, Németországot, onnan hozták. Aha. Megnézem, ugye itt árul még ilyen láncokat, meg napelemeket is. Muszáj valamit csinálni már. Ma nem elég a nyugdíj. Nem elég a nyugdíj? Hát magának meg jó a nyugdíj, azt mondta. Nekem ma 36 millió. Na, 3600. 3600. De csak azért, mert bányába dolgozott, én igaz? Én nem dolgoztam a bányába alatt. Mennyi ideig dolgozott a bányába? 30 éves, 3 hónap, 8 nap. Úgy mondom, hogy dolgoztam. 1903-ban magyar világot. Uh-huh. Új Moldova lenne. No. Hát új Moldovát hát tudom, hogy hol van. Novicsádról, a királulók, minden, és én fiatal csóró voltam, ott dolgoztam. Aha, jaj. De nekem jól ment az a Golgotából, de ilyen... Hát ugye a új Moldova ott a Vaskapunál, a Dunánál van, igen. Dunánál van. Én ott voltam, túlfelől voltak a Duna. Senki szigetje volt. Az időben... Senki szigetje? Honnan tudod, de honnan kezdem. A feteket tengerti Magyarországra, hogy jött ki, onnan jött le a Duna, onnan jött le. Magyaráztak mindent. Na. Apám is mondta, de meghalt már. Héti vagy megvan hol, de Magyarországon. Itt ilyen izé volt, olyan garincsé. Hogy mondjam, határőr parancsnok. Nagyon szépen Sopron, köszönöm a beszélgetéseket, Gyuri bátyám. Sopronból. Isten áldja. Anyám, reszébe gyűjt. A fiam jár Sopronból. Kettős állampolgár vagyok. A fiam jár Sopronból. Nézd, milyen jó teszkós kabátja van magának meg. Hátul is teszkós. Csak itt nincs teszkó. Neked ne látsz egy papszógorom, hogy kereszt van a kabátom. Nézd meg. Látom, látom. Nekem papszógorom. A kisfilmünk elkészítését támogatta az Erdélyi Túrák magazin, amit most kedvezménnyel megrendelhetsz a honlapunkon keresztül. Ha tetszett ez a filmünk is, és szereted Erdélyt, akkor kattints a YouTube csatornánkon itt a csatlakozás gombra, ahol különböző összegekkel támogathatod a munkánkat, hiszen mi Erdély gyönyörű tájait mutatjuk be nektek a filmjeinkben. Köszönjük szépen, Dóri és Péter, Erdélyi Túrák!